Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Az utánpótlás képzésről lesz szó a következő másfél órában. Azt hiszem, hogy nem kell bemutatni senkinek azt a három szakembert, akiknek a segítségével erről majd beszélgetünk. Azért mindjárt megteszem majd, de valóban szeretném, hogyha beszélgetnénk. Ez egy olyan fórum, ami különbözik majd reményeink szerint attól, ami az elmúlt három órában ott hátul történt. Itt az a cél, hogy vitatkozzunk, és hogy tudjunk beszélgetni. Mi nagyjából három rövid előadással kötjük le majd az elején az önök figyelmét, és ha úgy tetszik, csak témákat dobunk föl, témákat javasolunk, de utána legalább egy órán keresztül, de lehet, hogy csak háromnegyed az önök kihasszú, úgyhogy várjuk majd mindenképpen a kérdéseket, két mikrofon jár majd körbe. Akkor gyorsan azért hagyj mutassam be az urakat az asztalnál. Tőlem legtávolabb Szalai László, 2007 óta a Budapest Honvéd Magyar Futball Akadémiájának vezetője. Az edzőképzés leendő feje, ugye ennek az évnek a közepétől veszi majd át az edzőképzés irányítását. Aztán Kisbaranyi Sándor középen, aki Hilasi Tibor betegsége miatt vállalt át azt a feladatot, hogy az MLS részéről és a Bozsik program részéről majd itt képviselje a magyar utánpótlást, illetve magát a Bozsik programot. Ő egyesületi program vezető, elsősorban az operatív feladatokkal megbízott szakember a Magyar Labdarúgó Szövetségnél. Tamás és Zsolt pedig a Győr és a Vasas egykori edzője, 2005 óta a Sándor Károly Akadémia igazgatója és vezető edzője. A menet az lesz, gyorsan elmondom, hogy akkor három rövid előadás, egy picit beszélgetünk arról, amit hallottunk, amit az urak elmondtak, és aztán átadjuk természetesen a terepet és a mikrofont, úgyhogy most mindenek előtt Kisbaranyi Sándort kérne meg arra, hogy akkor beszéljen egy kicsit a Bozsik programról. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a fórum résztvevőit és azokat, akik az utánpótlás részlegre kíváncsiak. Valóban így van, Tibort próbálom meg helyettesíteni, hiszen, mint tudják, a Magyar Labdarúgó Szövetség, amikor elfogadta a stratégiai fejlesztési programját, akkor a Sportág Fejlesztési Igazgatóságot bízta meg azzal, hogy ennek a szakmai részét menedzselje, illetve végrehajtsa. A szakmai program az az OTP MOL Bozsik programban csúcsosodik ki, amely, és itt az elején szeretném tisztázni, ma már nem arról szól, mint a 2000-es évek elején, amikor a program elindult, hanem ma már tulajdonképpen 5 éves kortól 19 éves korig átöleli az utánpótlás képzés folyamatát. Természetesen megvannak az életkori sajátosságnak megfelelő fő hangsúlyok a programban. Most arra vállalkoznék nagyon röviden, hogy összefoglaljam, hogy mi az, amit az elmúlt fórum óta, elmúlt két évben meg tudtunk valósítani. De induljunk el a legfőbb célkitűzéseinktől. Én azt gondolom, hogy az első évben, 2010-11-ben a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy a hardware rész kialakuljon. Tehát azok a szervezeti keretek, az a struktúra, az a felépítettség kialakuljon, ami biztosíthatja majd a fejlődést. Az nagyon fontos célja volt az első időszaknak az, hogy mindenki, aki az utánpótlás képzésben érintett, illetve a magyar labdarúgás fejlesztésében érintett, az egy picit mozgósítva legyen, meg legyen szólítva, és elérjünk minden olyan földrajzilag is, minden olyan területre, ahol tovább lépésnek a feltételeit meg tudjuk teremteni. És hát rendkívül fontos cél volt a kezdeti időszakban az, hogy megtaláljuk azokat a szakembereket, nem csak szorosan a szakmai oldalon, akik segíthetnek bennünket a célkitűzéseink megvalósításában. A következő időszaknak tulajdonképpen az első olyan szezon, labdarúgó év, a 2011-12-es, amit ugye lezártunk. Legfőbb célkitűzései a létszámnövelés volt, tehát a tömegesítés, mind az intézményi, mind az egyesületi oldalon, a szakmai program megvalósításának első lépései, illetve a legfontosabb célkitűzés ugye a tehetségek regisztrálása, ami egy hatalmas feladat volt. Én azt gondolom, hogy e tekintetben eredményesek voltunk az elmúlt időszakban. A most folyó és az előttünk álló 2012-13-as szezonnak a legfőbb célkitűzései a következők.
Szeretnénk a bázist jelentő intézményi létszámot minimálisan megduplázni. Én azt gondolom, és a mai délelőtt is tulajdonképpen utalt már erre az elnök úr előadásában is, hogy mindennek az alapja a mennyiség, és természetesen ezt követő második célkitűzésünk már a minőséggel van összefüggésben, hiszen a tehetségek kiválasztását optimalizálni kell, és hatékonyabbá kell tenni. Nagyon-nagyon fontos, és majd a következő percekben ide is tenném a mai mondandómnak a hangsúlyát, hogy azokat a gyerekeket, azokat a tehetségeket, akiket észreveszünk a program segítségével, azokat milyen felkészítésben részesítik a szakemberek, azok az edzők, felkészítők, akik azért felelősek, hogy a tehetségüket ezek a gyerekek be is tudják váltani. Rendkívül fontos célkitűzés ebben az évben, hogy az elitképzéssel foglalkozó utánpótlás műhelyek és a Bozsik program közötti kapcsolat optimalizálódjon, élőbbé váljon, és valóban tartalmi elemeket tartalmazzon. És hát az elnök úr előadásában is elhangzott, és tulajdonképpen a Szalai úr megbízatása is e felé orientálódik. A Bozsik program közel 1300 gyerekekkel foglalkozó, utánpótláskorú játékosokkal foglalkozó szakembert is foglalkoztat. Mindig azt mondom, hogy nem csak a gyerekek képzéséről szól a Bozsik program, hanem legalább ekkora szerepe van az utánpótláskorú játékosok felkészítésével foglalkozó szakemberek továbbképzésében és az ő felkészítésükkel. Ennek az időszaknak, az idei évnek a legfontosabb célkitűzései között szeretném ezt a célt is kiemelni. Nézzük gyorsan az eddigi eredményeinket. Én azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy a program szerkezete kialakult. Mi azt gondoljuk, hogy európai összehasonlításban is megállja a helyét. Én nagyon sok ország labdarúgó utánpótlás nevelési programjának szerkezetét tanulmányoztam, ismerem, de gondolom önök is így vannak ezzel. Azt gondolom, hogy a program szerkezete biztosítja a feltételeket a szakmai előrelépésre. Csak egy nagyon felületes térképet szeretnék mutatni. Ez a térkép egy digitális térképrendszernek az egyik képe, eleme. Jól láthatóan Magyarországon az az 1093 sportszervezet, aki jelen pillanatban a Bozsik egyesületi programban már a képzés folyamatában is részt vesz, az nagyjából lefedi az országot. Én azt gondolom, hogy látványos mennyiségi növekedést a bevonható sportszervezetek körében nem fogunk tudni a következő időszakban már elérni, hiszen egy-két kivételtől eltekintve az egész országban ott vagyunk. Sokkal fontosabb lesz majd, hogy a hatékonyságot hogyan tudjuk növelni. Tehát a következő legfontosabb eredményünk az az, hogy nőtt a tömegbázis. Soha nem szabad összetéveszteni a tömeget a minőséggel, de ha a minőség felé akarunk haladni, akkor a lehető legjobb lehetőség a nagy tömeget megnövelni, hiszen a nagyszámok törvény alapján várhatóan több tehetséget tudunk felszínre hozni. Most nem szeretnék részletes statisztikákkal foglalkozni, a nagyszámokat a elnök úr prezentációjában önök látták. Egy elemet viszont mindenképpen kiemelnék. Megfogalmaztuk, kik azok a játékosok, kik azok az utánpótláskorú játékosok, akik számunkra a tehetséggondozás szempontjából és a minőségi labdarúgás szempontjából igazán kiemelten fontosak. Őket ezen a dián úgy neveztem el, hogy az utánpótlás képzésben érintett játékosok. Szeretném kihangsúlyozni itt az U6-tól, ugye tudjuk Magyarországon 5 éves korban lehet leigazolni egy játékost, az U19-es korosztályig azokat a játékosokat tüntetem fel, akik a képzésben részt vesznek. Nincsenek benne azok a grassroots labdarúgók, akik a szabadidejük hasznos eltöltésében találják meg az örömüket. Az intézményi labdarúgásban, a gyermekkorosztályokban 42.095 főt tartunk nyilván, ők regisztrált játékosok, minden adat rendelkezésünkre áll, éppen csak versenyengedélyük nincs kiváltva. Ők azok az intézményi programban szereplő gyerekek, akik elkezdik a labdarúgást, lehet, hogy éppen azért az intézményi keretek között, mert a lakóhelyük környezetében nincs pálya,
vagy adott esetben a szülők életformája miatt nincs lehetőségük arra, hogy a korán kezdődő utánpótlás edzésekre elvigyék őket. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős tömeg, itt minimálisan heti két foglalkozáson a gyerekek részt vesznek, illetve erre épül egy jelen pillanatban 86 ezres létszám, az 5-19 év közötti érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékosoknak a száma. Én ezt szeretném kihangsúlyozni, mert sokszor sokféle statisztika elhangzik, ugye, hogy mennyi a labdarúgó Magyarországon. Ők azok a játékosok, akik 19 éves korig erre a szezonra érvényes versenyengedélyt váltottak ki. Tehát ott vannak a klubjok edzésein, és ott vannak a mérkőzéseken. Ez az a bázis, ez a 128.236 fő, hogyha a tegnap előtti adatokat nézzük, aki a minőségi képzés szempontjából különös figyelmet érdemel. Majd nemzetközi adatokat a Laci fog említeni. Én azt gondolom, hogy ezt azért egy olyan megvilágításba kell helyezni ezt az adatot, hogy például Németországban több mint 7 millió regisztrált labdarúgót tartanak nyilván. De Csehországban is közel van az 500 ezerhez. Tehát hiába büszkélkedünk mi eredményekkel, én azt gondolom, hogy ezek a kezdeti lépések számunkra nagyon fontos lépések, hiszen én azt gondolom, hogy meg kell becsülnünk mindenfajta előrelépést. Még egy adatot szeretnék kiemelni, az elmúlt időszakban sikerült növelni valamelyest a lányoknak a számát a futballban. Jelen pillanatban 10.358 kislány rúgja a labdát az intézményi program keretén belül. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli eredmény. Főleg, ha azt veszük figyelemben, hogy jelen pillanatban 5.397 érvényes versenyengedély van a női futballban. Ezek csak az első lépések. Mi azonban büszkék vagyunk arra a 10.000-es vagy 12.000-es növekedésre, amit az elmúlt két évben ezen a területen el tudtunk érni, és én azt gondolom, hogy ma már egy picit jobb helyzetből indulhat a női labdarúgás az intenzív fejlesztésnek. Ha tovább szeretném sorolni az eredményeinket, akkor meg kell említsem, hogy ma már elmondhatjuk, hogy csak a Bozsik programon belül csak oda jut pénz, ahol elvégezték a munkát. Én azt gondolom, hogy kollégák, akiket itt látok azért a sorokban, tapasztalják nap mint nap, rendkívüli intenzív ellenőrzéseket végzünk. Én nem mondom, hogy tökéletes a helyzet, hiszen tudjuk, hogy honnan indultunk, tudjuk, hogy hol tartunk. Pontosan tudjuk, hogy hiába ellenőrzünk, az igazi áttörést, az igazi eredményt majd akkor fogjuk elérni, hogyha mindenkinek belső igényévé válik a minőségi munkavégzés. Nagyon fontos kiemelni, hogy amit akár számokat, akár eredményeket ma már fölhozunk a Bozsik program kapcsán, azok ellenőrizhetőek. Nem csak az adatbank, hanem az az online felület is, ahol az események zajlanak és rögzítésre kerülnek, biztosítja a teljes átláthatóságot. Én azt gondolom, hogy főleg az idei évben alkalmazkodva az európai trendhez, az utánpótlás versenyrendszerekbe is bele fogunk nyúlni. Tehát a Bozsik program foglalkoztatási rendszere és az utánpótlás bajnokságok, az utánpótlás versenyeztetési rendszere harmonizálódni fog. A tehetségkiválasztás folyamata biztosított. Mindjárt fogok mutatni néhány számot. Közel 7000 eseményt bonyolítunk le a Bozsik programban évente. Ez olyan mennyiség, ami emberfeletti munkát követel mindazoktól, akik ebben részt vesznek. Ugye 6514 rendezvény csak az egyesületi programban. Ehhez még hozzájön közel 1000 rendezvény az intézményi programban évente. Ezt nyilvántartani, figyelemmel kísérni és beavatkozni nem kis kihívás. Csak felsorolás jelleggel, hogy ez a 6500 rendezvény, ez hogy jön össze. Ugye a gyermektornák, amelyek az első Bozsik program vívmányai tulajdonképpen, azok több mint 4000 tornát rendezünk évente. És most, ami most jelent meg a dián, én ezt szeretném kiemelni az első két év legnagyobb vívmányaként.
Azok a gyerekek, akik a felszínre kerülnek a program keretében, azok ma már egy ennyire tagolt és ennyire részletes felkészítési program szerint vannak foglalkoztatva. Első lépéseket tudtuk megtenni, hiszen 2011 végén jutottunk el oda, hogy véglegesedett ez a program. Az idei szezon az első, ahol ezeket az eseményeket pontosan időrendben és egyfajta szakmai program szerint tudjuk végrehajtani. Azt gondolom, hogyha a 44 év, ugye, amit az UEFA technikai igazgatója a spanyolok kapcsán felvetítette az előadáson, 44 év telt el az első Európa-bajnoki címük és a következő között, az egy olyan hosszú időszak volt, amit ki tudtak várni a spanyolok. Hiszen létrehoztak egy olyan programot, és el tudtak végezni egy olyan munkát, aminek eredménye is lettek. A napokban a kezembe került a német labdarúgás fejlesztési programjáról készült 2010-es jelentés. Ott a német szövetség akkori elnöke egy 10 éves időszakról beszélt, amit 2000-ben indítottak el, és 2010-ben elemezte a program eredményeit. Ha nagyon röviden akarom összefoglalni, 2000-ben az Európa-bajnokságon egy játékosuk volt 21 év alatti a válogatottban. 2010-ben a fejlesztési program eredményeként már 6 játékos volt. Most őszintén megmondom, nem tudom, hogy a 2012-es EB mennyi volt, de jóval több, mint 6, 21 év alatti. Én azt gondolom, hogy ha Németországban 10 év kellett ahhoz, hogy látványos eredményeket tudjanak felmutatni önmagukhoz képest, ezt azért szeretném kihangsúlyozni, akkor tőlünk még az elmúlt 2 évben igazából nehéz elvárni látványos eredményeket. Mi nagyon büszkék vagyunk ezekre a programokra, hiszen itt elindult egyfajta közös szakmai tevékenység. Az elit foglalkoztatás ugye elsősorban az akadémiák és a korosztályos válogatottak területét érinti. Itt csak egy számot emelnék ki. Az elmúlt évben már, az elmúlt 2 évben összesen 86 eseményt rendezett a Magyar Labdarúgó Szövetség. Közel 400 napot töltött együtt Telkiben, illetve más helyszíneken az utánpótlás válogatottakkal, és természetesen ez csak egy folyamatnak az eleje, de ennek is van már látható eredménye, hiszen az U17-es, az 1995-ös korosztály Pizsont István vezetésével a pályán ugyan kiharcolta az EB döntőbe jutást, de sajnálatos módon a belgák óvása miatt, ugye rajtunk kívülálló okok miatt végül nem tudtunk részt venni az Európa-bajnokságon. Minden esetre azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy U17-es korosztályig ez a fajta szisztéma, tehát a 12-15 év közötti intenzív foglalkoztatás biztosíthatja azt a szintet, hogy ott tudjunk lenni az európai elit környékén. Én azt gondolom, ahhoz, hogy ez a magasabb korosztályokban is megvalósuljon, ehhez egyrészt folyamatosság kell, másrészt ma majd előkerülnek még olyan témák, a következő előadótársaim is érinteni fogják, hogy a felnőtt labdarúgásban sokkal, de sokkal hatékonyabban kell tudni biztosítani a játékosainknak az integrációját. És akkor legvégül összefoglalnám a legfontosabb célkitűzéseinket a közeljövőben, a Bozsik program tekintetében. Én azt gondolom, és megint első helyre teszem azt, hogy az intézményekben és az egyesületekben valós szakmai együttműködés alakuljon ki. Én azt gondolom, nélkülözhetetlen az intézményi tömegbázis, és az egyesületeknek nagyon nagy szükségük van azokra a gyerekekre, akik nap mint nap, vagy a nap nagy részében az intézmények falai között töltik az idejüket. A sportszervezetek, bízunk benne, hogy főleg a TAU program segítségével eljutnak odáig, hogy fölismerik a saját szerepüket, a saját lehetőségeiket, és mindezekkel párhuzamosan a felelősségüket is. Én azt gondolom, hogy csak akkor fogunk tudni előre lépni, hogyha a Bozsik programban résztvevő valamennyi sportszervezet és valamennyi szakember tisztában van azzal, hogy mit várunk el tőle, de azzal is, hogy milyen lehetőségei vannak. Az utánpótlás versenyrendszer harmonizációja elengedhetetlen, én azt gondolom,
és ebben az évben meg is fog történni. Ami hangsúly, ami a fő hangsúly az idejében, ugye a képzési színvonal emelése, én azt gondolom, hogy rendelkezik a magyar labdarúgás azokkal a humán erőforrásokkal, hogy meg tudja határozni majd a jövőjét, és azt az utat, amit járni kíván. Mi, a Magyar Labdarúgó Szövetség ehhez tudunk egy hardvert biztosítani. Az utánpótlások emberek továbbképzését említettem, és hát természetesen nagyon bízunk abban, hogy az elmúlt két év munkájának eredményei az utánpótlás válogatottak eredményességében is megmutatkoznak, hiszen, mint tudják, a 96-os korosztály is az EB elit körbe jutott, és hamarosan az U19-es korosztályban Magyarországon rendezünk EB döntőt. És hát az utolsó pont, és itt adnám át a szót majd a kollégáknak, az integráció kérdése a felnőtt futballba. De azt gondolom, az MLS elnökségének is egy határozott törekvés, hogy ezt a folyamatot segítse. És nekem is meg kell állapítanom a Bozsik program oldaláról, hogy mindaz, amit elvégzünk, és az az 1300 ember azon a 7000 rendezvényen nap mint nap szem előtt tart, az csak az lehet, hogy minél több és minél jobban felkészült labdarúgót tudjunk a magyar felnőtt profi labdarúgás számára biztosítani. Köszönöm a figyelmüket! Kisbaranyi Sándornak köszönjük, és akkor, hogyha a logika mentén haladunk, akkor az elmúlt negyed órában szó volt tömegbázis építésről, és szó volt népszerűsítésről, de hogyha haladunk a profi futball felé, akkor ugye a második fázis a kivontakozás, vagy kivontakoztatás, és ebben már a kluboknak és az akadémiáknak komoly szerep jut. Tamási Zsolt következik. Köszönöm szépen, én is nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Amikor ez a fórum létrejött és felmerült, hogy egy utánpótlás szekciülést is tartsunk, és felkérték az előadókat, hát nem titok, hogy beszélgettünk, egyeztettünk, hogy valóban egy időrendi fonalat tartsunk meg, amikor a magyar utánpótlás helyzetéről beszélünk. Ugye a Sándor megtartotta a Bozsik programot, nekem lesznek majd olyan gondot, amik lehet, hogy kicsit más megvilágításba helyezik az egész történetet. Úgy gondoltuk, hogy a Bozsik programból kiindulva, aztán érintve az akadémiákat, én nem szeretném átugorni a Bozsik program és az akadémiák közötti időszakot se. Erről fogok én beszélni, és arról egyáltalán, hogy tisztába tegyünk néhány dolgot itt az akadémiákkal kapcsolatban, és majd a Laci fogja befejezni ezt a sort, amikor az akadémiák utáni időszakról beszélünk, hiszen ne felejtsük el, hogy az utánpótlás képzés nem fejeződik be az akadémia falai között. Legelőször is azt gondolom, hogy néhány dolgot tisztába kéne tenni. Én, ahogy körülnézek, nagyon sok kollégát látok, akiknek biztos, hogy nem sok újdonságot fogok mondani, de jó lesz, hogyha tisztázunk néhány dolgot, hogy mit is nevezünk akadémiának. Vannak félreértések, az akadémia nem egy önálló intézmény, az akadémia az egy profi klubnak az utánpótlás szekcióját jelenti, beillesztve ugye a kiskortól, a 6-7 éves, tehát az ovis focitól egészen a felnőtt futballistává válásig tartó időszak folyamatába. Talán azért vannak fogalmi problémák Magyarországon, mert az első akadémia, amelyik ugye 11 éve jött létre, a Sándor Károly Akadémia, ez egy külön épületbe, külön intézményben működik, és nem is Budapest, hanem Agárdon, de nemzetközi szinten is ugye ez egy utánpótlás centrumot jelent maga az akadémia, az adott profi klub utánpótlás műhelyét, és akadémiai korosztályoknak az ifi korosztályokat nevezik, hiszen ott már jellemző Európában is, hogy külföldről is keresik a tehetségeket, az, hogy a saját adott országon belül kiépített scout rendszer működik, az meg már teljesen természetes. Az, hogy mit nevezhetünk akadémiának, az elég feszes kritériumrendszernek kell megfelelni, ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség is bevezette, én ebben most nem szeretnék belemenni, ez infrastruktúrát jelent, szakmaiságot jelent, és igazodva a magyar oktatási rendszerhez és a földrajzi viszonyokhoz, a magyar licencben benne van a gyerekek elhelyezése is. Ugye a magyar akadémiák
nem is többségében, talán mindegyikben bentlakásos kollégiumi rendszer szerint élnek a gyerekek, és itt teljes ellátást kapnak természetesen. Azért mondom, hogy ez magyar sajátosság, hiszen ha majd kitekintünk külföldre, akkor ott látjuk, hogy van, ahol máshol, máshogy oldják meg, és még a labdarúgó szakmán belül is felvetődik sokszor, hogy nem egészséges ez a rendszer. Mi, akik benne élünk és dolgozunk, azt gondolom, hogy meg tudjuk erősíteni, hogy semmiféle egészségtelen hatása nincs ennek a rendszernek. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy tehetségeket kell keresni, kutatni, és őket be kell iskolázni, oktatást kell nekik biztosítani, illetve elhelyezést és ellátást kell biztosítani ahhoz, hogy egy akadémia tagjai legyenek. Az akadémiáknak a fő előnye az, hogy tökéletes összhangba tudja hozni a labdarúgó képzést az oktatással, a pihenéssel, a szabadidős tevékenységgel és az étkezéssel. Még egyszer mondom, talán egy-két akadémián bizonyos összegeket kell fizetni étkezésért, de a legtöbb akadémián a szülőknek egy fillérébe se kerül az, hogy a gyermekük teljes ellátást kap, túl azon, hogy széleskörű képzést is kap a labdarúgásból. A legfontosabbat úgy fogalmaznám meg, hogy tehetségkutatás, tehetséggondozás folyik az akadémiákon, és itt akkor rá is térnék arra, hogy miért volt szükség, lehet látni, hogy én a Góliátot is felírtam, és a Bozsik programot is szeretném érinteni. Azt gondolom, hogy ha visszatekintünk a magyar labdarúgásban az elmúlt évtizedekre, nyugodtan kijelenthetjük, nem nagyon lehet vele vitatkozni, az utánpótlás fontosságáról általában csak beszéltek, igazán nagy horderejű dolgok nem történtek. Ha még kicsit bővítjük a kört, akkor az se kell, nem újdonságként, hát az a mondatom, hogy rengeteg pálya szűnt meg, megszűntek a grundok, ahol a gyerekek focizhatnának. Szerves következménye, hogy rendkívül kevés fiatalember vagy kislány választotta a futballt, és akkor, ha még tágabb értelemben nézzük, akkor ugye a futballnak a társadalmi megítélése is rohamosan csökkent. A Góliát az egy kísérlet volt arra, hogy az iskolákba, az általános iskolákba bevigyék a futballt, hiszen jó magam is tanítottam 10 évig általános iskolában, és részt vettem testnevelő tanár képzésben. A labdarúgás bizony nagyon háttérbe szorult, a testnevelő tanári pálya úgyis elnőjesedett, és egyre többször inkább a kézilabdát, kosárlabdát választották a testnevelés órákon, vagy a szabadidős sportoknak, nem a labdarúgást. Azzal nehezebb volt ugye foglalkozni. Azt gondolom, hogy a Góliátban nem kellett keresnünk szakmaiságot, azt kellett keresnünk, hogy egyszerűen az iskola falain belül legyen futball. A Bozsik programot én úgy ítélem meg, hogy amit a Sándor is elmondott, a tömegesítésben, és abban, hogy a legkisebb falvakban, helyiségekben is legyen futball, óriási szerepe van, de nekem az a meggyőződésem, hogy a futballista képzés az a klubok dolga. Tehát rendkívül fontos, hogy a Bozsik program beinduljon, és a profi kluboknak kell kötelessége kihasználni a Bozsik programnak az lehetőségeit azzal, hogy akár a foglalkozásoknak a szervezésébe, segítésébe szakmailag, akár a rendezvények megtekintésébe elküldje az adott klubba szkótjait, a játékos megfigyelőit, és az adott régióból tudjon kiválasztani tehetséges gyerekeket. És persze itt már belép mindjárt az a probléma, és megint Magyarország sajátos probléma, hogy afelé tartunk sajnos, hogy már 20-30 kilométerről is problémát jelent a szülőknek behordani a gyerekeket edzésre a profi klubokhoz. Vegyük tudomásul, hogy addig nem lesz előrelépés, amíg a 6 és 10-12 éves kor között a gyerekek nem kerülnek be a profi klubok utánpótlás műhelyébe. Amit nevezhetünk akadémiának, nevezhetünk utánpótláscentrumnak, labdarúgó szakosztálynak, labdarúgó kollégiumnak, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a futballista képzésnek a szintere az a profi klubok utánpótlása kell, hogy legyen. Szeretném érinteni azt is, hogy nagyon gyorsan, hogy az akadémiák, bár már érintettem, mit nyújtanak a gyerekeknek, egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, mert most végigmehetnék az összes kiemelt akadémián, hogy milyen csodálatos ellátást biztosít a játékosoknak, a gyerekeknek, felszerelést, pályákat, infrastruktúrát. A legfontosabb az, és ezt is tudomásul kell venni, kiindulva az adatokból, hogy kevés gyerek focizik, jóval kevesebb a potenciális futballista jelölt tehetség, mint más országokban. Szakmilag annak van létjogosultsága, hogyha az a kevés tehetség is egy-egy helyre koncentrálódik, és ezek a gyerekek nap mint nap együtt dolgoznak, együtt edzenek,
hiszen a legfontosabb az ő fejlődésükben a társuk az edző mellett. Az, hogy kivel edzenek a hétköznapokon, és egymást húzzák a fejlődésben, egymástól tanulnak rengeteget. Én azt gondolom, hogy nagyon dicséretes az infrastruktúra fejlesztési program az MLS-nek, de ha én most gyorsan végigpörgetem a kiemelt akadémiákat, ott is most a mostani szakaszban, úgyhogy már az MTK-nak ugye elmúlt 10 éves az akadémia, a többi akadémia elmúlt 5 éves, akár a Szombathelyre, a Kispestre gondolok, de ide mondhatom a Győrt is, óriási problémát jelent sokszor az infrastruktúra, és ebben a szakaszban a TAO-s pénzek, az akadémiai pályázati pénzeknek köszönhetően tudnak ezek az akadémiák is előrelépni, hogy ezeket a problémákat megoldják. Talán a felcsúti intézmény az, amelyik ebből a szempontból teljes mértékben jól ellátott. A Sándor Károly Akadémia, mivel 50 fővel, tehát 3 korosztály dolgozik, a 3 futballpálya, azt gondolom szintén tökéletes infrastruktúrális hátteret biztosít. Nagyon fontos még az akadémiákon dolgozó szakemberek képzettsége. Nem arról van szó, hogy akik az akadémián dolgoznak, azok csak ők a jó labdarúgó utánpótlás edzők, és ők vannak a tudás birtokában, hiszen én az meggyőződésem, hogy a periférián, és most nem pejoratívan mondom, a kisebb kluboknál is rengeteg jó szakember dolgozik, ezért nem nagyon értek én egyet ezekkel az év utánpótlás edzője címekkel, mert meggyőződésem, hogy hihetetlen munkát végeznek azok az edzők, akik kis falvakba próbálnak futballt teremteni, és esetleg irányítják a felbukkanó tehetségeket a profi klubok felé. Mi, akik az akadémiákban dolgozunk, azt gondolom, hogy rendkívül jó körülmények között dolgozunk, és kutya kötelességünk szakmailag is olyan szintű munkát folytatni a gyerekekkel, hogy megfelelő módon fejlődjenek. Ezek az edzők, ahogy említettem, a licenszrendszernél megfelelő képesítéssel kell, hogy rendelkezzenek, de talán azt is el kell mondani, hogy mindegyik akadémia hatalmas hangsúlyt fektet arra, hogy a saját edzői garnitúráját tovább képezze, külföldi edzőket hívnak meg, előadókat, vagy az akadémia edzők mennek külföldre tanulmányútra. Nekem ez nem fog menni egyesével. Ahogy említettem, szeretném tovább görgetni az előadásomat itt a csodavárással, hiszen amikor ezt is helyre kellene tennünk, azt hiszem a magyar labdarúgásban, az akadémiák létrejöttével mindenki azt gondolta, hogy na akkor most megoldódnak a magyar labdarúgás problémái. Most meg eltelt 5 év, ugye most már mondhatom 5 éve, jó sok akadémia működik. Most meg elkezdik divat lett kritizálni az akadémiákat, hogy hiába vannak akadémiáink, nem jönnek ki azok a minőségi labdarúgók. Hát a Laci előadása majd nyilván érinteni fogja ezt is, én éppen ezért nem nagyon szeretnék ebbe belemenni, de azért szeretnék én is helyre tenni mindenkit. Szakmailag teljesen megalapozatlan volt annak az a vélemény, hogy az akadémiák oldják meg a magyar labdarúgás és a magyar utánpótlás problémát. Szó sincs ilyenről, és az is megalapozatlan, hogyha támadják az akadémiákat, hogy lám-lám, nem megfelelő szintű munka folyik, hiszen a magyar NB1-be nagyon kevés játékos mutatkozik be, de nem akarom elvenni a Laci előadásának a témát, mert ő ezt fogja majd érinteni. Külföldön is egyébként a profi kluboknál angliai tapasztalatokat mondok, rengeteg pénzt költenek az utánpótlásra, és nagyon kevés játékos ér oda azokhoz a klubokhoz, ahol komoly célkitűzések vannak. A magának az utánpótlás képzésnek ott is Magyarországon is a csúcsa, a piramis csúcsa az akadémiai képzés, utánpótlásról beszélek, de bármilyen furcsa, nincsen vége a képzésnek, hiszen még a FIFA, az UEFA és az U23-at is, illetve a 23 éven aluli labdarúgókat is utánpótláskorú labdarúgóknak apostrofálja, tehát azok még utánpótlás versenyek, hiszen ezek a labdarúgók 18-19 éves korukba kilépnek a felnőtt futballba, de nem kész labdarúgóként lépnek ki, és őnekik még bele kell tanulni a felnőtt futballba. A gyerekek képzése nem az akadémiákon kezdődik,
és nem is ott fejeződik be, ezt így tudnám megfogalmazni. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás előrelépésének nagyon sok terület van, ahol előre kell lépni. Egyiket se lehet kiragadni, hogy csak ezt fejleszted, és akkor megoldottak a problémák, mert ez nem így van. De szakmailag meggyőződésem, hogy a 6-tól 12-14 éves korig történő képzés minőségének az emelése rendkívül fontos, a Sándor érintette. Én annyiból mennék tovább, hogy meggyőződésem szerint nem a Bozsik program feladata ez, hanem, hogy említettem, a profi klubok feladata, és a profi klubok szakmai feladatai közé hozzátartozik az adott régiónak, a régió szakmai munkájának a felügyelete. Olyan szinten is, hogy figyelik, hogy akár a megyéjükbe, vagy a környező két-három megyében milyen szintű munka folyik, hol tűnnek fel tehetségek, látogatják a mérkőzéseket, magyarul rajta tartják a szemüket a régió futballján. Azt gondolom, hogy itt az utolsó mondat, hogy az akadémiák beváltották a reális elvárásokat. Itt a reális elvárást szeretném én kiemelni. A kialakuláshoz is több év kell. Ez alatt én azt értem, hogy amikor létrejön egy akadémia és elindul a munka az akadémián, ki kell fornia magának az akadémiának is, hogy milyen filozófia, milyen játékszemlélet, milyen futballgondolkodás alapján dolgozik, és ehhez idő kell. Tehát megint csak visszautalok arra a mondatomra, hogy az nagy badarság lett volna, hogy ha azt várjuk, hogy egy-két éven belül csodálatos eredmények lesznek. Arról még nem is beszélve, ami nagyon fontos, hogy amikor a magyarországi akadémiák létrejöttek, azzal mi nem értük el a nyugati futball, vagy a fejlettebb futballkultúrával rendelkező országok szintjét, hiszen ott már sokkal régebb óta működtek akadémiák, mi ezekkel csak utána, próbálunk utána menni a világ futballjának, de ne felejtsük el, hogy a világ futball ugyan mindenhol fejlődik, és tulajdonképpen ezt a nagy távolságot szeretnénk csökkenteni, a magyar labdarúgást szeretné csökkenteni, és én is egyetértek Csány úrral az, hogy igenis szükség van arra, hogy állami pénzek is bekerüljenek a TAO által a futballban, hiszen a mai magyar gazdaság és társadalmi helyzet nem teszi lehetővé, hogy komoly tőkerős tulajdonosok hosszú távon tudják finanszírozni nem csak a felnőtt profi futballt, hanem az utánpótlást is. Jelenleg ez, én úgy gondolom, hogy nonsense, hogy elvárjuk ezektől a tulajdonosoktól. Nyilvánvaló, hogy óriási köszönet azoknak az embereknek, akik áldoznak a saját pénzükből, hogy magyar gyerekeknek jó körülményeket és jó képzési feltételeket biztosítsanak. Az is egy nagy tévhit, hogy a világon már szűnnek meg, ez is elhangzott többször, hogy ez már egy elavult módszer, még szakmán belül is hangzottak el ilyenek, ez se igaz, hiszen aki ott volt szeptemberben Debrecenben, ahol a Barcelona Akadémia igazgatója tartott előadást, vagy aki a követi nyomon, hogy a Manchester City milyen összegért épít új akadémiát, annak ellenőre, hogy Angliában az egyik legjobb akadémia évek óta a Manchester City-nél működik, az láthatja, hogy ez nem igaz, ráadásul, hogy a bevezetőmben mondtam, hogy az akadémia nem egy külön intézmény, hanem egy klubnak az utánpótlás műhelye. Tehát most már a profi klubok is jönnek rá arra, hogy igenis megérés, be kell fektetni az utánpótlást, hiszen elszaladtak az árak ugye a világ futballpiacán. Olyan nevelő országok, mint Hollandia vagy Franciaország, ugye Franciaországból indult az akadémia rendszer, eleve rengeteg akadémia működik, és kimondott, amivel financiálisan nem tudják felvenni a versenyt a világ topklubjaival, ők nevelik a tehetségeket, és hát az európai bajnokságban aztán áramlanak ki ezek a játékosok, de ami elgondolkodtató, hogy Olaszország és Anglia, ahol az elmúlt évtizedek ugye a legtöbb pénz volt a futballba, most már nem csak a közvélemény, de a futballszakma is egyre erőteljesebben követeli a saját nevelési tehetségek beépítését a klubokba, pontosan azért, mert amikor a válogatott megmérettetések jönnek, akkor egyszer csak kiderül, hogy hoppá, bár a klubjaink, klubcsapataink sikeresek, nemzeti szinten nem tudjuk megállni a helyünket, mert egyszerűen a bajnokságot ellepik a külföldiek, és most hadd ne vonja párhuzamot ugye a magyar bajnoksággal, ahol ráadásul nem is top játékosok érkeznek. Akkor. Az akadémiák eredményességét itt, ha jól látom, vannak akadémia tulajdonosok is. Nem a bajnoki győzelmekbe kell mérni. Ezt is el kell mondani, hogy az akadémiák indulásánál nagyon sok tulajdonos ugye azon mérte, hogy meg kell nyerni az IFI bajnokságot, aztán meggyőződésem ugye szépen helyre került, hanem a
kitermelt csúnya szó, én úgy mondanám, akkor mégis az akadémián végzett játékosok minőségében rejlik. És itt jön megint egy óriási kérdés, ami vitára ad okot, hogy miért nem építik be a magyar NB1-be a fiatal tehetségeket? Hát azért, mert óriási eredménykényszer alatt dolgoznak a profi edzők, és nyilvánvaló, hogy egy 18-19 éves tehetséges, jól képzett fiatal embernél még egy 25-26 éves külföldi rutint szerzett labdarúgó abban az adott pillanatban jobb teljesítményt tud leadni, mint az a fiatal ember. Ez kell egy klubfilozófia, kell egy országnak a futballról alkotott filozófiája, hogy ez működjön. Magyarországon ugye az MTK volt az úttörő ebben, ahol kimondták 10 évvel ezelőtt, hogy a saját nevesű fiatalokra kell alapozni a felnőtt csapat keretét, és jelenleg is 80-90%-ban a csapat keretét az akadémiáról kikerülő játékosok alkotják, de ugyanez a tendencia folyamat kezd érvényesülni akár Szombathelyen, akár Kispesten, hadd ne soroljam tovább, hiszen különben nem érné meg ennyi pénzt áramoltatni az utánpótlásba, illetve a magyar labdarúgás csak úgy tud felülemelkedni, hogyha bármilyen furcsa, a tulajdonosok hoznak magukba egy ilyen döntést, akár a szakma segítségével, amit a délszláv államok meghoztak, hogy a 18-19 éves fiatalokat beteszik a felnőtt futballba, és 40-50-60, maximum 100 felnőtt mérkőzés a lábukba adják el aztán külföldre őket. Meg kell nézni, hogy azokban az országokban milyen bátran nyúlnak a fiatal játékosokhoz. Én azt gondolom, hogy észszerűen a magyar profi felnőtt futball is meg lehet tenni, de ez nem az én asztalom. Én tudom, hogy ez egy nagyon nehéz történet. A Rót Antinak volt egy nagyon jó előadása egy tanfolyamon, ahol kimutatta, hogy 21-22 éves korba merik betenni az edzők már ezeket a fiatalokat. Hát el kell jutni majd oda, hogy talán egy kicsivel korábban merjék betenni. Én zárszóként, hogy a pozitív hozadékok egyértelműek, egyértelmű, hiszen ki merne vitatkozni azzal, sajnos persze megjelentek ilyen hangok is, hogy az, aki azt mondja, hogy nem kell pénzt adni a futballba, nem kell pénzt adni az akadémiáknak, az utánpótlásnak, az a magyar futball ellen beszél. Az, aki azt mondja, hogy nincs szükség az akadémiákra, mert nem hoztak semmilyen felemelkedést, az megint azt kell, hogy mondjam, nem szakmai alapokról közelíti meg ezt a történetet, hiszen ahogy említettem, egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy képzeljük el, hogy egy kisgyerek elkezdi az óvodát, az általános iskolát, középiskolát, egyetemet, és mi csak a középiskolát akarjuk, vagy a főiskolát szeretnénk, egyetemet fejleszteni, a többi rész nem, és elvárjuk, hogy majd amikor kikerül a munkahelyre, akkor ő tökéletesen megállja a helyét. Tehát azért mondom, hogy az akadémia az egy része az utánpótlás képzésnek, a futballunknak, meggyőződésem és hitem szerint jó munka folyik mindenhol. Az eredmények, a pályán elért konkrét eredmények ugyan nem számítanak, de mindegyik akadémia rengeteg nemzetközi mérkőzést vív, klubszinten, és ezeken a mérkőzéseken az derül ki, hogy megálljuk a helyünket, sőt, figyelemre mért eredményeket is tudunk elérni, ismétlem, nem az a lényeg, hogy mennyi lett a végeredmény, hanem hogy nézzük a két csapat játékát, a játékosok egymáshoz való viszonyítását képzettségbe, akkor nem kell szégyenkeznünk. Én nem azt mondtam, hogy megelőztük a többi országot, de az biztos, hogy egy bizonyos szintre elértünk, és ahhoz, hogy eredményesek legyünk, és ez az utolsó gondatom, az MLS, tehát az válogatottak edzővel is szorosan együtt kell működni, ott is egy filozófiát ki kell alakítani, hiszen csak úgy tudjuk a kirakatot is majd szebbé tenni. Mert a kirakatba azok az áruk kerülnek, amelyek a műhelyekbe készülnek. Tehát azért mondom, hogy ez egy összetett folyamat. Az én előadásomnak az lett volna a lényege, hogy ezt egy kicsit helyre tegyem, mert az elmúlt időszakban minket bántóan is sok olyan negatív felhang jött az akadémiai képzések kapcsolatban, ami véleményünk szerint nem állja meg a helyét, és rávilágít csak arra, hogy csodálatos a Bozsik program, van egy ilyen csodálatos programunk, de ez nem fogja megoldani egymagában a magyar labdarúgás problémáját, mint hogy a sok csodálatos akadémia sem fogja megoldani, hanem ha egymásra épülnek ezek a különböző intézmények. Nagyon szépen köszönöm. Tamási Zsoltot hallottuk, sok érdekes felvetéssel, de itt a végén figyeltem leginkább, amikor ugye arról volt szó, hogy lényegében a gyümölcsöt kéne learatni, amikor ezek a játékosok időben belekerülnek a felnőtt futballba, és néha itt mutatkozik némi hiátus, de hát Szalai László ugye NB1-es, NB2-es csapat edzője is volt, illetve jelenleg is vezeti a Honvéd Akadémiáját, a Magyar Futball Akadémiát, tehát tulajdonképpen az utolsó fázis, amikor ezek a fiatalok bekerülnek, vagy nem kerülnek be, az nagy részt az ő asztala, úgyhogy akkor Laci, tiéd a szó.
Most ez az én asztalom itt jelen pillanatban. Nagyon nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és nagy öröm számomra, hogy ez a kis terem zsúfolásig megtelt. Ez is mutatja, hogy Magyarországon az utánpótlás nevelés kérdése az egy olyan, mint a gyereknevelés, hogy mindenkinek van róla valami kis véleménye, valami kis tapasztalata, mindenki jobban tudja, hogy a másik gyerekét hogy kéne nevelni, hogy ez rendesen viselkedjen. Adott esetben a saját gyerekével viszont nem biztos, hogy minden esetben meg tud birkózni. Ezzel én is hívjok, mint szülő. Tehát örömmel látom azt, hogy ilyen sokan érdeklődnek az utánpótlás futball iránt, és azt adtam a címnek a kis előadásomnak, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ahogy az előttem szólók is elmondták több alkalommal, hogy bizony a magyar utánpótlás futballt, a magyar akadémiai rendszert nagyon sok kritika ért az utóbbi időben. Nincs is ebben semmi baj. A kritika, az építő kritika az jó, azt föl lehet használni a további munka során, be lehet építeni. A baj akkor van, amikor olyan kritika hangzik el, ami nem szakmai. Vagy olyan kritika hangzik el, amelynek nincs alapja, nincs számokkal alátámasztva. Az én egyik régi szakom a matematika, én azt vallom, hogy a számok nem nagyon hazudnak. És ennek tükrében kezdtem egy kicsit boncolgatni azt, hogy vajon tényleg hogy is állunk, tényleg jogosak azok a kritikai felvetések, amik sok esetben elhangzanak, vagy esetleg a kritikusok nem mérték föl reálisan és megfelelő alapossággal a kritikai véleményüket. Muszáj vagyok egy helyzetképpel kezdeni. Ez a helyzetkép az elmúlt éveket, évtizedeket elemzi. A külföldi helyzetképet nagyon jól ismerjük, hiszen látjuk hétről hétre a mérkőzéseket. A minőségi futball van, profi élfutball van, amelynek példaadó szerepe van, akár a játékosokat tekintve, hiszen példaképeket lehet közülük választani, akár a stadionok tekintetében, hiszen lassan olyanok, mint egy színház, ezek a stadionok bőrülésekkel, nagyszerű kivetítőkkel és pazar körülményekkel, tiszta vécékkel. A hangulatról nem kell említenem, hiszen a hangulat teltházas mérkőzések, fantasztikusan jó hangulat, és a marketing körítésről kell sem, hiszen ha az ember bemegy egy osztrák csapatnak a shopjába, akkor a fogkefétől kezdve a sapkáig mindent megkap, ami az adott klubhoz való kötődést jelzi. Vannak utánpótlás programok, amelyek 10-15 éve futnak, akár még több éve is. Nagyszerű infrastruktúrás háttér jellemzi az utánpótlás csapatok működését, és ami legfontosabb, hogy egy nagyon magas játékos létszámmal rendelkeznek ezek az országok. Nagy merítési lehetőségeik vannak, hiszen a volt gyarmati területekről honosított játékosok, a vendégmunkások gyerekei, akik már esetleg ott nőttek föl, komoly kiválasztási és merítési lehetőséget biztosítanak a csapatok számára. Ebben szemben a magyarországi helyzetképet nagyon nem fogom elemezni, mert szerintem mindenki ismeri, nagyon sok ismerős arc kolléga van itt a széksorok között. De azért tudjuk, hogy milyen az évvonalbeli labdarúgásunk hangulata. Nem hasonlítható egy angol bajnoksághoz vagy egy spanyolhoz, de a Bundesligához sem. Többször félbehagyott és újrakezdett utánpótlás programokkal rendelkezünk. Azok a fajta elit nevelési képzési programok, amikről itt az Zsolt beszélt, akadémiai rendszer 5-6 éve elkezdett programok, kivéve a Ragárdi Akadémiáit. És hát a sportág társadalmi megítélését is tudja mindenki ismeri. Mindenki kevés a futballozni vágyó gyerek. Kisbrony Sanyi előadásában említette 86 ezer játékos. Hollandiában milliós nagyságrendű játékos létszámmal rendelkeznek. Ugye nagyon sok esetben elhangzik a vélemény, hol vannak már azok az akadémiák játékosai. Külföldön az ilyen korosztályú játékosok már meghatározók a csapataikban. Úttörő szerepet, vezető szerepet töltenek be. Ez adta az ötletet arra, hogy egy kicsit felmérjem, hogy azok az utánpótlás nevelő klubok, vagy nagy klubok, amelyek kiváló utánpótlás neveléssel rendelkeznek, hol is tartanak tényleg ebben a tekintetben. Megpróbáltam kivenni a reprezentánsokat, Dortmund, Ajax, Manchester City, Barcelona, Juventus, osztrák csapatok, amelyekről összehasonlítottam, hogy vajon az ő korosztályaik 92, hangsúlyozom, 92, 93, 94, 95-ös gyerekekről beszélek, az akadémiai korosztályokról, hiszen ezekkel az korosztályokkal dolgoznak a magyar akadémiák, hol is tartanak a külföldiekhez képest. Az első táblázat azt mutatja, hogy a nevezett klubok
csapad átlag életkorai mit takarnak. Az elmúlt őszi szezon eredményeit vettem figyelembe. Ebből látszik, hogy ilyen európai összevetésben, hangsúlyozom még egyszer, kiemelt csapatok nem a teljes szegmensét vettem az európai futballnak, hiszen az lehetetlen lett volna. Kiemelt csapatok, mint a Borussia Dortmund, amit mindenki fiatal csapatnak titulál Európában, de akár a Rapid, az Ausztria, az Eindhoven, az Innsbruckot azért vettem, hogy ne csak élcsapat legyen, hiszen Innsbruck az ausztriai bajnokság utolsó helyezett csapata jelen pillanatban. Az Arsenal, mint fiatal csapat, Bayern München, Stuttgart, Malaga, Manchester City, Barcelona és Juventus. Ebből is látszik, hogy a Budapest Honvéd csapata ebben az európai összevetésben a második legfiatalabb csapat. Egyedül az Ajax előzi meg, 22-23 éves átlag életkorra rendelkezik, ugyanígy az MTK csapata is, amelyik szintén európai viszonylatban kimagaslóan fiatal csapatnak számít. És ezek után jön a Dortmund, és ugye mindig példaként emlegetett, és egyébként tényleg fantasztikus játékosokat nevelő Manchester City, Barcelona és Juventus csapat átlag életkora 26 év, majdnem 27 év a Juventus esetében. A másik nagyon érdekes szám a 92-es, 93-as játékosok beillesztése az első csapat keretében. Hány ilyenkorú játékos találunk? Az Ajaxnál 11-et, az Ajax egy speciális eset, de a Honvédban 11 játékos, és egyébként az Ajaxot, ha megnézzük, azt is megvizsgáltam, hogy ezekben a csapatokban a fiatal játékosok hány mérkőzésen léptek pályára. Az, hogy benne van a keretben, az egy dolog, de ha nem játszott egy meccsen sem, semmit nem ér. Ezek a fiatal játékosok hányszor léptek bajnoki és nemzetközi kupamérkőzésen pályára. Látható, hogy például a Borussia Dortmund esetében, ahol 118 mérkőzésen lépett pályára ez az öt fiú, aki ebbe a korosztályba tartozik, abból Götze egyedül 87 mérkőzéssel bír. Aztán vannak olyanok, akik nagyon kevéssel, egyel, kettővel. Vagy például az Ajax esetében a Dán, ugye nem holland, Dán, Eriksen, aki a 148 mérkőzésből, 11 játékos által létrehozott 148 mérkőzésből, 93 mérkőzést ő egymaga abszolvált, a többiek 0-1-2 mérkőzésen léptek pályára. De meg fogom ezt is mutatni. Egyébként ezt a teljesítményt a Bayern München utánpótlásra fordított évi 3 millió euróból hozza létre. Az FC Barcelona évi utánpótlás büdzséje 10 millió euró. Az Ajax 6 millió euróval dolgozik éves szinten utánpótlás büdzséje esetén, míg mondjuk a Budapest Honvéd szerény számítások szerint 0,9 millió euróval. Két másik grafikon is jól mutatja, talán képet szemléletesen látszik, hogy a magyar csapatok hol állnak az európai összevetésben, a csapat átlag életkorok tekintetében, tehát a Videóton és a Haladás csapatát vettem még magyarok közül, szintén a középmezőn tagjai. Illetve a bajnoki kupa mérkőzések száma. Ugye a második vélemény szokott lenni adott esetben, hogy a külföldi akadémiák ontják a saját nevelési játékosokat a felnőtt csapatukba. Erre is van egy kis táblázat, lehet, hogy nem nagyon jól látszik. Feketével a 92-es, zölddel a 93-as, pirossal a 94-es játékosokat emeltem ki. Jól látható, hogy mondjuk az Ajax semmivel több ilyen korosztályú játékost nem illesztett be a saját felnőtt csapat keretébe, mint mondjuk a Budapest Honvéd. De ha kiveszem mondjuk a Barcelonát, ott egy játékos van, aki két mérkőzéssel rendelkezik, ilyen korosztályú fiatal ember a Barcelona első csapatában. Én nem vitatom, hogy más csapatokban is játszanak a Barcelona akadémiáról kikerült játékosok esetleg, de a saját csapatukban, a saját akadémiájakról ennyi játékos játszik. De akár az Eindhovent vesszük, vagy mondjuk a Rapid Wien-t, ott is négy játékos van, aki ezekbe a korosztályokba tartozik. Egyébként érdekes például a Bayern München esete, ahol öt játékost említhetünk ezekben a korosztályokban, és egyedül Alaba, aki 60 mérkőzést játszott, aki egyébként osztrák. Tehát ez a másik grafikon mutatja a 92, 93 és 94-es játékosok beillesztését a külföldi csapatokban. Ugye aztán szokott olyan vélemény is elhangzani, hogy külföldön utánpótlásban senkit nem érdekel az eredmény. Mondják ezt általában akkor, ha mi nyerünk. Akkor senkit nem érdekel az eredmény külföldön, és hála Isten azért vannak erre is példák, hiszen a magyar utánpótlás csapatok több esetben
komoly nemzetközi tornákat nyertek, komoly nemzetközi csapatok ellen játszottak, és szép eredményeket értek el. Egy utolsó torna eredményét látják itt, amit kivetítettem, de akár eredményekben a Real Madrid ellen, az Austria Wien ellen, a West Bromwich Albion ellen, a Sparta Prága ellen, különböző csapataink az MTK-tól az Illés Akadémiáig nagyon szép nemzetközi eredményeket érnek el. Mint ahogy a korosztályos válogatottjaink is, hiszen Oroszország, Olaszország, Norvégia, Horvátország legyőzése nem egy új gyakorlat, aki látott már nemzetközi válogatott mérkőzést. Tehát a nemzetközi összehasonlításban igenis vannak korosztályos eredményeink válogatott szinten is. Ugye, és hát minél örömtelibb az ilyen képeket látni. Ilyenkor természetesen azért mindig felhangzik kritika, hogy hát nem hozták el a legjobb játékosaikat, vagy éppen őket ez most nem érdekli ez a torna, pedig ez messze nem így szokott lenni. Miközben azért Európában annyira nem érdekli őket az eredmény, hogy bevezették a ifjúsági bajnokok ligája sorozatát, ezt a Next Generation sorozatot, és hát a képeken is látszik, hogy ezeket a fiúkat abszolút nem érdekli az eredmény, tehát látszik a összeboruláson és a gólörömön, hogy bizonyos számít az eredmény, főleg U19-es vagy idősebb korosztályos szinten. Aztán olyan is szokott lenni, hogy már korosztályos szinten sem tudunk eredményt felmutatni. Tény, sajnos ilyen is van, néha mi is kikapunk, mert ez is része a játéknak és a sportemberi válásnak, mint ahogy minden más náció és generáció esetén. Egy olyan véleményt is szoktunk hallani, hogy a magyar utánpótlás edzők nem képesek európai szintű játékosokat kinevelni a felnőtt és a külföld számára. Ebben az összehasonlításban még egyszer a táblázatban beleillesztettem azokat a magyar fiúkat, akik itt tanulták a futballt, és akik már nemzetközi szinten összehasonlíthatók, mert felnőtt mérkőzéseken léptek pályára. Ebből is látszik, hogy talán a három kiemelkedő Eriksen, Götze és Wilshernek a eredményei után azért a mi Kovács Istvánunk is, Radó Andrásunk, talán mondhatom Vécsei Bálintunkra is lehetünk büszkék, hiszen közel hasonló mérkőzés számmal rendelkeznek, mint az európai átlag. Magyar játékosok játszanak külföldi csapatokban is. Ezek a fiúk 92-től egészen 97-ig magyar edzők keze alatt, magyar kis csapatokban, utánpótlás csapatokban, majd magyar akadémiákon pallérozottak, és eljutottak a Liverpool, eljutottak a Parma, a Napoli, a Mönchengladbach, a Milán, az Atalanta, a Hoffenheim, a Leverkusen, a Rapid Wien, a Twente csapataiba. Innentől kezdve majd a Hoffenheim, a Mönchengladbach, a Twente utánpótlás edzői múlik, hogy lesz-e belőlük értékes magyar felnőtt játékos, a felnőtt magyar válogatottnak értékes játékosa. De magyar edzők keze alól, magyar klubokból eljutottak ezekbe a klubokba, és alkalmasnak találtattak, hogy ott folytassák a pályafutásukat. A legnagyobb probléma talán itt van, amikor a mi fiataljaink 18-19 évesen eljutnak abba a korba, ahogy Zsolt is említette, hogy az utánpótlás nevelésük része, egy része befejeződik, hiszen kikerülnek az akadémiáról, és a felnőtt futballba be kellene őket illeszteni. Ez, amit ide föltettem, az az U19-es osztrák válogatottnak az összeállítása, annak azért a csapaté, ami után Csányi úr megfogalmazta kritikáját, hogy vagy az utánpótlás edzők nem végeznek jó munkát, vagy a felnőtt edzők nem elég bátrak, hogy betegyék a játékosokat a csapatba. Pirossal jelöltem azokat a játékosokat, akik már Ausztriában az első csapat kerettagok, kékkel pedig akik a adott amatőr csapatban játszanak. Ebből is látszik, hogy ezek a srácok már a felnőtt futball mezőnyében vitézkednek. Egy kis játékra hívnám a hallgatóságot. Felolvasnék néhány nevet. És arra szeretném kérni a hallgatókat, hogy tippeljék meg, hogy melyik nemzet, melyik országának, melyik csapata ez. A nevek Tolga Günes, nehéz innen távolról, Ardit Humoli, József Tahon, Ozan Yavuz, Ali Alaca, Denis Bosnyák, Albin Gashi, Nikola Ivic, Dejan Jubicic, Abdullah Balikci, Aleš Šopčík, Marko Kupresák, Samuel Oppong, Jochen Streibinger, talán a négy utolsó név segít egy picit. Ha ne kell nagyon találgatni, megmondom, ez a Rapid Wien U16-os csapatának az összeállítása.
kerete. Mutatok egy másikat. Aro Murić, nem olvasom fel, de látszik. Butadzo, Itoko, Kasrati, Nitai, Ramadani, Smamarzsics, Jiboa, Fatić, Ferreira, Imeri, Jordi, Sukacev, Vitia. Nem, ez sem egy arab csapat. Ez a Grasshoppers Zürichnek az U15-ös csapata. Mutatok egy harmadikat. Talán a neveket most már nem olvasom föl, bár érdekes. Fölben Yilmaz, és a többi Usbulas, Weiss, Ahmad, Cserić, Karakök. Nos, nem árulok-e nagy titkot, hogyha ez a Schalke 04-nek az U16-os csapata. Ami ennél is fontosabb, hogyha megnézzük, a Rapid Wien csapatában 73% az, aki valamilyen idegen őstől származik, tehát vagy bevándorló, vagy vendégmunkás, vagy ott nőtt föl, 73%-a az, aki külföldi ősökkel rendelkezik. A Grasshoppers Zürichnél ez 84%-ot tesz ki, és a Schalkénál pedig 77%-ot. És ez nem egy kiragadott példa, hogyha ezeknek a kluboknak, vagy más svájci, német és osztrák kluboknak megnézem az utánpótlás kereteit, ezekkel a számokkal találkozunk. Nem véletlen, hogy a német válogatottban lassan nincsen szőke. Csak akkor, amikor a kritikákat megfogalmazzuk a magyar játékosokkal, a magyar edzőkkel, a magyar akadémiákkal szemben, ezt is mérlegelni kell. Nekünk nincsenek Cericseink, nincsenek Ahmadjaink, nincsenek más nációk gyermekei, nekünk magyar gyerekeink vannak, olyan kevés számban, mint ahogy ezt a Sanyi említette, nekünk ezekből a magyar gyerekekből kell megpróbálni a lehető legtöbbet kihozni, a legjobb tudásunkhoz mérten. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy a sokan itt lefestik, adott esetben a magyar futballt illetően. Kicsit repedezik néha a fal, kicsit fel kell frissíteni a színeket, de nem olyan rossz a helyzet, és mindig van mit javítani. Ebben mindenkinek megvan a maga szerepe. Egy sikeres jövőképet mindenképpen valahol a tulajdonosokkal kell kezdeni, hiszen a tulajdonosok nagyon-nagyon sokat tettek már eddig is utánpótlás futballért, és nagyon sokat tesznek, gondolom, ezután is utánpótlás futballért és magyar futballért. Nagyon nagy felelősségük van abban, hogy egy saját utánpótlásbázit működtetnek és felépítenek, és a saját játékosaikat beépítik a csapatba. És még egy nagyon fontos, hogy ennek a filozófiának a mentén olyan vezetőedzőt választanak, aki ezt pártolja is, és aki ebben partner. A játékosok felelőssége is megvan. Az utánpótlás játékosokban sok esetben látjuk, halljuk és érzékeljük a megfelelő szorgalom, a mentalitás és a megfelelő önértékelés nagyon fontos, hogy meglegyen. Ennek kialakítása az utánpótlás edzők és a szülők feladata. A felnőtt játékosok pedig példamutató szereppel bírnak bármilyen hihetetlen is sokszor számukra, ugyanis a fiatal játékos bekerülve a felnőtt csapat öltözőjébe, nem mindegy, hogy ki mellett ül a padon, kitől mit lát, kitől mit tud átvenni. Igenis, van a felnőtt játékosoknak példaadó szerepe, van a kiöregedő játékosoknak is példaadó szerepe, még a sok esetben ez nem is érzékelhető. Az edzők szerepe óriási. Ebben a folyamatban folyamatos és rendszeres ismeretbővítésre van szükség, és ennek igénye kell, hogy meglegyen az edzőkben. Példamutató szerepünk van minden tekintetben, emberi és szakmai tekintetben is egyaránt. Valamint nagyon fontos, hogy a korosztályos képzési feladatokat maximálisan ismerjék és tudják. És ha egyszer valaki vezetőedző pozícióba kerül, akkor pedig ne felejtse el, hogy vannak utánpótlás játékosok is, és ezeket segítse és favorizálja a csapatba beépítésbe. A szülők szerepét sem lehet kikerülni, hiszen korrekt és tisztán látó együttműködésre van szükség a klubokkal és az edzőkkel a szülők részéről. Nagyon fontos, hogy megfelelő szintű elvárásokat és követelményeket támasztanak a saját gyerekükkel szemben. Valamint egy személyes példamutatás sem árt, különböző élet- és konfliktus helyzetekben, akár a pályán, akár a pályán kívül egyaránt, nagyon sok negatív dolgot tapasztalatot látunk ennek kapcsán is. Nem tudom kikerülni valahol az ügynökök szerepét, akinek lehet szeretni, lehet nem szeretni, egyre nagyobb szerepe van az utánpótlás futballban és utánpótlás futballisták életében. Sokat tudnak tenni annak érdekében, hogy korrekt tájékoztatás legyen a szülők felé,
együttműködés, korrekt együttműködés a klubokkal és a játékosokkal, és hogy legyenek korrekt és konkrét kapcsolataik, amivel tudnak segíteni. Egy sikeresen jól szereplő fiatal játékosnak nem olyan nagy kunszt segíteni, új klubot találni, máshova elhelyezni. Akik bajban vannak, vagy éppen nincs klubjuk, vagy kiöregednek az akadémiáról, és valahova szeretnének tovább lépni, nekik is segítségre van szükségük, az ügynököknek ebben is komoly szerepe lehet. A média szerepét sem szabad elhallgatni, hiszen az értékek felismerése és bemutatása nagyon fontos, a korrekt tájékoztatás. És talán, ha szabad ilyet mondanom, amikor megszólaltatnak valakit egy adott szakterülettel kapcsolatban, akkor azokat kellene megszólaltatni, akik ebben a szakterületen dolgoznak, talán bizonyítottak is évek óta. Egy pozitív, segítő attitűd nagyon fontos lenne a részükről. És végül a labdarúgó szövetség, amelynek terveit van szerencsém ismerni már, és úgy gondolom, hogy jó irányba fog ez a dolog is előlépni. Egy jól szervezett, területi elven működtetett, szakmailag kontrollált országos utánpótlás program kell. Csatlakozom a Zsolt véleményéhez. Be kell vonni a régiós utánpótlás központokat a régiók szakmai munkájába, ennek felügyeletét kell biztosítani ehhez, és ennek kidolgozása, én úgy tudom, folyamatban van. Rendszeres továbbképzéseket kell az edzők számára biztosítani, amelyeken megismerhetik a legújabb ismeretanyagot, a legújabb trendeket, és egy minőségbiztosítási és számonkérési rendszert is be kell vezetni az edzőképzésbe és az edzők számonkérésébe. Ugyanis ez nem megy, hogy valaki özönvíz előtt szerzett egy diplomát valamilyen tudásanyaggal, és 2014-ben még avval akar dolgozni, miközben nem frissíti fel az ismereteit. Nagyon fontos, hogy naprakészek legyünk, tudjuk követni a nemzetközi trendet, nagyon fontos, hogy lépést tartsunk az európai, vagy akár a világi futballjával, és az ismeretbővítés nélkül nem fog menni. Illetve hát a korosztályos válogatottak működtetése szintén egy nagyon fontos szegmens ennek a résznek. A felelősségünk közös, senki nem mondhatja, senki nem mutogathat, hogy ő és ő és ő a hibás. Ebben a nagy játékban, amit úgy hívunk, hogy magyar labdarúgás, ebben mindenki benne van. Az óvodásokkal dolgozó edző, aki kifújja az orrát és beköti a cipőjét a kisfiúnak, meg a korosztályos válogatott edzője, aki elit körre vagy EB döntőbe vezeti a csapatot. Ebben mindenki benne van. És hogyha mindenki felelősséggel és megfelelő odafigyeléssel áll a munkához, akkor fogunk tudni előrelépni, mert ahogy említettem, nem olyan rossz a kép, mint ahogy azt sokkal lefestik. Én ebben kérem az önök, sok esetben tegeződünk, a ti segítségeteket, fogjunk össze, dolgozzunk, és mutassuk meg, hogy még följebb fogunk tudni kerülni, nem a 32. helyen a világranglistán, hanem a mi általunk gyerekek által még sokkal-sokkal följebb, és sok szép pillanatot szerzünk a magyar labdarúgó társadalomnak és a közönségnek. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen! Hát jó sok mindenről volt szó, hiszen ugye beszéltünk 5 éves gyerekek bevonásától kezdve egészen az utánpótlás képzési programokon keresztül arról, hogy hogyan lehet 18-19 éves játékosokat már a felnőtt fociba bevonni, úgyhogy én azt hiszem, hogy rengeteg téma marad, és én most attól eltekintenék, hogy itt az urakat kérdőre vonjam, hiszen nem egészen fél óránk van a szekcióülés végéig, úgyhogy átadnám a lehetőségét és a szót, hiszen biztos vagyok benne, hogy sok-sok kérdés van. Ha nem, akkor nyilván itt akár éjszakáig üldögélnénk, de akkor 2 mikrofon jár majd körbe, és akinek van esetleg kérdése, vagy ha esetleg olyan felvetést hallott, amivel vitatkozna, vagy más látott, más tapasztalt, akkor természetesen erre is van lehetőség. Úgyhogy kéz mozdulat segítségével várjuk azokat, akik hozzászólnának a témához. Itt az első sorba szeretnénk kérni már is egy mikrofont, a két úr emelte a kezét, és aztán megyünk tovább. Tekintettel az idő rövidségére arra kérnek mindenkit, hogy amennyire csak lehet, szabja rövidre. Tiszteltek, köszöntök mindenkit, Kolárik József vagyok, nem futball szakember, hanem küzdő sportból érkezem. Nem értek egyet Szalai úrral, több aspektusból sem. Azért, mert valakit türkilmáznak hívnak, azért nem biztos, hogy jó labdarúgó lesz. Nem, de célzott rá. A másik pedig, hogy a kiválasztással kapcsolatban, tehát azok a szakemberek hibáznak nagyot, akik a kiválasztást nem tudják megfelelően megtenni. Mondok egy példát, a jégkorongban hányan jégkorongoznak Magyarországon?
2000-en, és mégis ott voltunk az átcsoportos világbajnokságon. A kézilabdában sokkal kevesebben, mint egy átlag skandináv országban, mégis ott vagyunk az élvonalban. Tehát egyértelmű, hogy a kiválasztásért felelős szakemberek a hibásak ebben. Köszönöm. Nem kell velem egyet érteni, nem azért mondtam. Én így látom, az én véleményemet mondtam el, ön így látja. Lehet, hogy kiválasztásban hibázunk, abból választunk, ami van, lehet, hogy rosszul mérjük fel a lehetőségeinket. Én inkább megfolytanám jégkorongot, hány országban játszanak a világon? És hány országban játszanak labdarúgást, vagy kézlabdát? Én nem becsülöm le, sőt, ha valaki engem ismer, tudja, hogy nagyon-nagyon szeretem a jégkorongot, és nagyon sokat tartom a jégkorongban dolgozó játékosokat és edzőket, tudom, milyen hihetetlen munkát végeznek. Össze sem lehet hasonlítani a két sportágot semmilyen tekintetben, sem kiválasztás tekintetében, sem lehetőség tekintetében, sem merítési tekintetben. Parancsoljon az úrat szakállasan. Üdvözlök mindenkit, Ferenci Attila vagyok. Érdeklődnék, hogy a szövetség új futballfilozófiát hirdetett meg Bot József úr személyében. Érdekelne erről egy-két részlet, hogy ez milyennek a lényege. Az is érdekelni, hogy a régi milyen volt, és tulajdonképpen a régivel mi volt a baj, hogy le kellett cserélni egy újra. Röviden. Gondolom, hogy Sándornak szól a kérdés elsősorban. A kérdés az nekem szól, de én úgy érzem, hogy ezt a szakmai kérdést az illetékesebb Bot Józseffel kellene megbeszélni. A Magyar Labdarúgó Szövetség hirdetett egy stratégiai programot, ehhez alkotott egy operatív cselekvési programot a Bozsik program formájában, és keresett hozzá egy szakmai felelőst. Úgy ítélte meg az elnökség, hogy a magyar szakmai közösségben Bot József eredményei, gyakorlati eredményei predesztinálják arra, hogy ezt a lehetőséget megkapja. Természetesen ő felelős a szakmai program kialakításáért. Hogyha ennek a filozófiának bárki a részleteivel megkíván ismerkedni, akkor én javaslom, hogy látogasson el Telkibe, üljön le a Bot József úrral, és vitassa meg azokat a szakmai kérdéseket, amelyekre kíváncsi. Én csak kérdeztem a részleteket, tehát nem vitatkozni akarok. Én nagyon szívesen beszélgetek bárkivel magánemberként, de nekem a szövetségben nem szakmai feladatom van, úgyhogy ennél az asztalnál nem kívánok erre a kérdésre válaszolni. Akkor a Zsoltól kérdezném, hogy érinti az MTK Akadémia munkáját az új futballfilozófia? Bevallom, még nem találkoztam részletesen az új futballfilozófiával, viszont részleteket ismerek belőle, nem titok. Egy kicsit én hadd válaszoljak. Én azt gondolom, hogy ugye a filozófia az élet minden területéről való gondolkodást is jelenti, és azt gondolom, hogy egy egységes gondolkodást jelent most ebben a megközelítésben, amit az MLS meghirdet, hogy végre egy átfogó szisztéma alapján szeretnék felépíteni a magyar labdarúgást, és ebben benne van az Ollárik úr által érintett kiválasztástól kezdve, a kisgyerekek képzését is érintve egészen a korosztályos válogatottak. Én az utánpótlás, magyar utánpótlás futball filozófiáról beszélek, ezt próbálják megteremteni. Én úgy tapasztalom, hogy ez inkább tulajdonképpen a mai modern és sikeres labdarúgásnak a lenyomata, hogy ezt próbálják átültetni magyar viszonyok közé. A mi filozófiánkat annyiban nem érinti, hogy azt gondolom, hogy minden túlzás nélkül mondhatom, az MTK-nak hosszú évtizedek óta kiforrott elgondolása, filozófiája van a futballról, a futballista nevelésről, és az csak örömmel tölt el, és büszkesége, hogy az elmúlt évtizedben is ennek nagyon sok pozitív eredményét tudjuk felmutatni. A mi filozófiánk, most beszélhetünk arról, hogy hogyan nyúlunk a gyerekekhez, hogy választjuk ki őket, hogy képezzük őket, hogy építjük a karrierjüket, hogy segítünk azoknak, akik esetleg nem tudnak odaérni az MTK felnőtt csapatához, vagy felnőtt csapataihoz. Nem tudom, hogy a részletekre is kíváncsi vagy, Attila, de megmondom őszintén, hogy mi a saját utunkat járjuk, és ezzel most ne értsék félre, szóval nem azt mondom, hogy csak mi járjuk ezt az utat, azt gondoljuk, hogy ez a járható út, és ez az eredményes út. Köszönjük szépen, a következő kérdés itt lesz majd, és akkor Józsi, neked is megy a mikrofon.
Polgára vagyok a Nemzeti Sportban. Jó napot kívánok, Maros József vagyok. Józsi, itt van előtted még egy úr, csak nincs bekapcsolva a mikrofonja, hogyha jól látom, vagy hallom. Polgára vagyok a Nemzeti Sport Online-tól. Én is köszöntök mindenkit. Először is két rövid reakció itt elhangzott az MLS részéről, hogy két éve működik az elnökség, és még bizonyos dolgokat nem lehet számon kérni. Ezt már hallottuk sokszor korábbi elnökségektől is. Ez csak egy megjegyzés. Illetve itt a Szalai úr említette, hogy nekünk nincsenek külföldi fiataljaink, akikre támaszkodhatunk több nyugati országban. A Honvéd utánpótlás csapatait végig böngészve azért találunk szép számmal nem magyar játékosokat, de nincs ezzel probléma. Csak egy rövid megjegyzés volt. Mi készítettünk össze egy nagyobb kutatást, összehasonlítottuk az NB1-et a környékbeli, élmondanbeli bajnokságokkal, és én is mondanék néhány számot. Az NB1-ben 32,8% a légiósok aránya, Szerbiában 15,1%, a szlovák élvonalban 20,6%, és a román élvonalban is kevesebb, mint nálunk, 32,2%. Tehát amikor olyan kritikák fogalmazódnak meg, hogy túl nagy a légiósok aránya, akkor ezt a számok is valamennyire mutatják, és ugye nálunk van a régióban talán a legkevesebb, vagy legalábbis kevés pénz a minőségi légiósok igazolására, mégis itt a legmagasabb a légiósok aránya. Hát ez szerintem egy probléma, nem tudom ezt hogyan látják az urak. Illetve a másik érdekesség, hogy a Sándor Károly Akadémia ugye mondhatni, hogy tényleg példaértékű, ami ott elindult. A mostani felnőtt válogatottban a standard kezdőcsapatot, ha nézzük, Pintér Ádám talán az egyedüli, aki a Sándor Károly Akadémiáról került ki. A bőkeretben ott van még Pátkai Máté, illetve Németh Krisztián, de tehát összesen három ember. Miért van ez? Hogyan lehetne ezen változtatni? Ezt hogyan látják? Illetve a másik, hogy szerb fiatalok, tehát a szerb válogatottat megnéztem, három olyan fiatal van, aki 20 év alatti, és alapember a szerb válogatottban. A kérdés áradatot szedjük szerintem legalább két részre. Azt javaslom, hogy kezdjük azzal, ami az első fele volt mindenek, tehát hogy esetleg a Honvéd Akadémiáján keresztül, tehát nem magyarok az akadémián, illetve a légiósok aránya és a környező országokhoz mért szám? Igen, próbáltam én is szétszedni a kérdéseket, hogy meg tudjam válaszolni. A légiósok számát tekintve nem tudok vitatkozni, hiszen gondolom akkor önök is jól számoltak, én is igyekeztem. Én biztos vagyok benne, hogy ahogy a fiatal játékosok jönnek ki az akadémiákról, nem csak nálunk a Honvédnál, hanem a többi akadémián és az Illés Akadémiától kezdve Felcsútig, egyre több magyar fiatal lesz élet arra, hogy megerősödve beleerősödjön a magyar élvonalba és szerepet kapjon a csapatában. Én azt tudom mondani, hogy nálunk a Honvédban tervbe van ez véve, elhatározás ez, hogy egyre több fiatal játszon, addig, amíg ezek a fiúk a vezetőedző megítélése szerint nem érték el azt a szintet, ami neki szükséges, addig játszanak a külföldi játékosok, hogy milyenek, minőségileg ezt én most ezen a fórumon nem szeretném megítélni, a véleményem megvan róla, de ez most nem az én asztalom. A másik oldal pedig, hogy hány fiatal külföldi játszik a Honvédnál, így van, vannak magyar lakta területekről, Erdélyből, Szlovákiából, idehozott játékosok, van néhány román labdarúgó is, aki a Magyar Futball Akadémia került. Ezt ugyan nem számoltam ki százalékosan, de biztos, hogy nem 77 vagy 84%-ban szerepelnek. Megközelítőleg szerintem, hogyha 2-3-4%-ot elérnék, akkor már szerintem sokat mondtam. Tehát vannak külföldiek, próbálkozunk mi is ez irányban, de messze nem olyan számban, mint az előbb említett külföldi példákban. És akkor a dolog második fele, Zsolt, hány játékost ad a válogatottnak a Sándor Akadémia, és hagyj bővítsem egy picit a kérdést, tehát van-e egy olyan ideális arány, ami egy hatékonysági mutató, egy akadémiának egy adott generációból, vagy mondjuk egy ilyen 92-es, 93-as, 94-es csoportból hány embert kéne adni egy első csapatnak, és hányat a válogatottnak? Így nem lehet megközelíteni véleményem szerint ezt a dolgot. Eleve az, hogy ki lesz felnőtt válogatott, az a mindenkori szövetségi kapitánynak a felelőssége, hogy kijelölje. Az általad felsorolt játékosok, stabil korosztályos válogatott játékosok voltak, talán a Pátkai Máté nem.
Én azt gondolom, a Pátkai Máté 18 évesen került fel az NB1-es csapatunkhoz, ahol bajnok csapattagja volt, és annak a csapatnak ő fiatalként meghatározó játékosa volt. Majd most a Győri Etóba produkál kiemelkedő teljesítményt nagy örömünkre. Onnan behívták a válogatottba, akkor az MTK-ból nem hívták be, talán még túl fiatalnak találták. Meggyőződésem, hogy a Pátkai Máté akkor az MTK-ba minimum így futballozott, mint most a Győri Etóba. A Pintér Ádám, én is úgy érzem, ő stabil válogatott, a Krisztián ott van. Nem tudnám így megmondani, hogy mi az a szám. Ahogy említettem, az MTK akadémiáról 100 NB1-et megjárt labdarúgó került ki. Az, hogy ők közülük kit hívnak be felnőtt szinten, hogy fejlődik tovább felnőtt futballban, hogy éleszkedve, milyen teljesítmény nyújt, azt nem tudom, az szemmel követem én is természetesen, de ahogy említettem, ez a mindenkori szövetségi kapitány felelőssége. Mi büszkék vagyunk ezekre a játékosokra természetesen, úgyhogy nekünk nagy örömű szolga, hogy ők válogatottak. Józsi, röviden, ha kérhetem, mert 10 percünk van, ezt mondom mindazoknak, akik még fontolgatják, hogy kérdezzenek. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Maros József vagyok. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az egyik fővárosi klubnál dolgozom. Külsősként utánpótlás az egyik szívügyem. Így a utánpótlás csapatainkkal van szerencsém és alkalmam bejárni az egész országot. Gondolok itt Szombathelytől, Debreceni, Kaposvártól, Székesfehérvár, tehát mindenhova eljutunk. Itt beszéltünk filozófiáról, egyetlen dologról nem beszéltünk, az infrastruktúráról. Lehet, hogy van infrastruktúra, de sajnos ezek a gyerekek műfüves pályákon edzenek. Nem voltunk a múltkor Agárdon, ugye Zsolt, éppen te mondtad, van két füves pálya, az egyik nem egyenes. Úgy kell a műfüvő játszani. Na, a Budapest Honvédnál tudjuk, összesen 4 pálya van beszorítva, abból egy nem teljesen normális füves pálya, van a centerpálya, van egy edzőpálya, és van egy műfüves pálya, de elmehetünk akár Szombathelyre, olyan pályákon játszottak a fiatalok, hogy göröngyös, hiányzik a fű, gödrös a pálya. Ugyanezt tapasztaltuk Kaposváron, egyedül Felcsutot nem említem, de mondhatnám a Debreceniekét. Tehát erre egy kicsit oda kellene figyelni. Természetesen tudom, hogy ez nem egy egyszerű dolog, és ez elsősorban azoknak a feladata elvileg, akik ugye hát a üzemeltetik a klubot, vagy egyáltalán nekik köszönhető, hogy egyáltalán létezik a klub. Tehát nekem ez a problémám, és itt látom hogy a gyerekeknél elpattan a labda, hogy nem tudnak úgy odafigyelni, mert arra kell figyelni, hogy jól vegyék át a labdát, vagy hogy pattan a labda. Tehát én elsősorban ebben is látom a problémát, nem tudom, hogy ti hogy látjátok ezt. Szerintem MLS rész, és akadémiai kérdés is. Azért szeretnék, mert az én beszámolomban én érintettem ezt a dolgot, hogy én úgy látom, hogy az akadémiákon a mostani ciklusban elég komoly infrastruktúrális fejlesztés fog történni, legalábbis tudomásom szerint Szombathelyen is több pálya fog épülni, Győrbe is komoly tárgyalások vannak a várossal, hogy a klub utánpótláson rengeteg csapat van, még több pályával rendelkezzen, azt is tudom a Laci révén, hogy a Kispestnél is törekvések vannak. Valóban így van, és ez egy olyan vonzat is, hogy a gyerekeket szeretném megtanítani, így van, a technikás futball, az jó minőségű pályák kellenek, és felsoroltál te is, Józsi, több várost, tehát amikor a gyereknek választani kell majd 17-18 évesen, hogy nem akarok vidéki városokat megbántani, nem megbántom, mert tulajdonképpen felhívom a figyelmet, hogy Békés Csabára megy el május 26-án 40 fok melegben műfűre, leszakadt hálójú pályára játszani, vagy elmehet külföldre, mert most már megnyíltak a kapuk, és ezt egyikünk se érintett, hogy ez egy valós probléma, hogy a szülői gondolkodás is afelé ment el, hogy már fiatalon, 16-17 évesen nagyon bátran kiengedik a gyerekeket külföldre, sőt, tolják a gyerekeket kifelé, mert azt látják, hogy a magyar labdarúgásban nincsenek meg azok a feltételek, ami a gyerekek fejlődését szolgálják. Egy kicsit ilyen csodavárás van a külföldről. Vállalják azt is, hogy esetleg éretlenül, de a gyerek minél előbb menjen ki. Teljesen egyetértek, de azt gondolom, hogy az MLS törekvése is ez, ahogy említettem, és nagyon remélem, hogy az elkövetkező egy-két évben előrelépés lesz, azt tudomásul kell venni, egy alácsövezett, automata öntözéssel ellátott, tökéletes minőségi pálya, az 60-80 millió forint között van, füves pálya.
nem udvariatlanságból, de tényleg rövid kérdéseket hagy kérjek, mert 5 percünk maradt. Próbálok rövid lenni. Serfőző Péter vagyok, Nógrád megyéből. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a fórum előadóit, valamint valamennyi résztvevőt. Én kicsit visszább megyek a lehetőségekbe, és a 46 ezeres létszám a gyerekprogramokkal kapcsolatba szeretnék hozzászólni, és azért is gondolok egyetértésre, mert a Zsolt is tanított, László is tanított, meg úgy gondolom, hogy rengeteg pedagógus van, vagy pedagógus vénájú ember, aki nem véletlenül van itt a paravánok között. Szóba került az, hogy az iskolákba elnőiesedett a pedagógus szakma, nagyrészt a testnevelő körökbe is, és hát most itt a következő lépés az lenne, hogy nem csak azokon a helyeken, itt városok kerültek szóba az előző gondolatoknál, hanem a kis falvakba. Nógrád megye egy óriási bázis volt, a mai napig kincsek kerülnek ki onnan, legutóbb a Bobál gyerekek, amikor még ilyen picik voltak, amikor nálam a tornaterembe rúgták a labdát ellenfélként. Megtalálni azokat az embereket a létszám mellé, akiknél jó kezekben vannak a kicsi falvakban is a gyerekek. Nagyon jó volt a Zsolt részéről, hogy a szakmailag már az egyesületeknél kell azokat a pluszokat hozzáadni, de amikor az orrot kifújhatjuk, meg megkötjük a cipőt, és még 5 éves, meg 7 éves, meg 8 éves, azt a 4-5 évet, vagy 7 évet a 12 éves korig, nem mindegy, hogy kiknek a kezei között vannak a gyerekek. És én egy saját problémát, gondot mondok, hogy a falvakban egyre nehezebb az olyan volt régi játékost, vagy Józsi bácsit, Pista bácsit, Karcsi bácsit megtalálni, akiknek feladatokat lehet adni, és itt az edzőképzésre gondolok, hogy azt kitalálni, hogy olyan régiókban, ahol nincsenek MB-s egyesületek, még MB2-es se, a lehetőségét annak, hogy azokat a területeket is lefedni, mert a kincs ott is ott van. Köszönöm a figyelmet. Valaki erre reagálni kíván? Tehát nyilván a kérdés az, hogy az alapok és kisebb települések profi futball nélkül a környéken. Akkor én reagálnék rá, hogyha a prezentációt figyelte az úr, akkor látta, hogy az első lépést megtettük, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség eljutott valamennyi térségbe, természetesen nem valamennyi településre, illetve a diák között volt még egy nagyon fontos gondolat, legalábbis számunkra fontos gondolat, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy átütő erejű sikert csak akkor fogunk tudni elérni, hogyha a mindennapos testnevelés részeként valamilyen formában a napi intézményi programokra is hatni tudunk. Ott talán az utolsó kérdés, ezt megelőlegezhetem erre a maradék 3 percre. Ennyivel kell most gazdálkodnunk. Üdvözlök mindenkit! Én a BVSC Zuglónál önkénteskedem, Jakab József vagyok, és alapvetően az utánpótlásban, a versenyeztetéssel kapcsolatban érdeklődnék, mert említették, hogy átalakításra kerül ez a gyakorlatilag lesz egy ilyen MLS program. Tapasztaltuk a saját korosztályunknál is, hogy eléggé kiegyenlítetlen, gyakorlatilag óriási differenciák vannak csapatok és csapatok között egy-egy bajnokságban, egy-egy szervezésben. Ugyanezt látjuk nem csak a saját korosztályunkban, és nem csak ebben a bajnokságban, hanem gyakorlatilag minden egyes a szinteknek megfelelően kiemelt, és a többi, ezt ebben most pontosan nem mennék bele, de mindenhol megjelennek azok az eredmények, amik egyébként nem számítanak, de mégis árulkodók, hogy 14-15 nullás mérkőzések vannak az ilyen korosztályokban, és nem tudom, hogy ezeket edzőként nem vagyok elég, sőt, abszolút nem vagyok szaktekintély ebben a témában, ezt a kollégákra bízom, viszont én úgy tudom, hogy ez nem minőség. És nem tudom, ezt önök hogy látják, és a szakmai program erre vonatkozik, hogy az átalakítás ilyen irányba megye, hogy a bajnokságok színvonalát ebből a szempontból emelik-e. Köszönjük, és akkor az utolsó válasz versenyszervezés, úgyhogy gondolom MLS téma, de Zsolt is emeli a kezét. Egy-egy perc talán, nem, akkor ez csak egy szolid legyintés volt egy percben.
Igen, nem véletlenül említettem. Én azt gondolom, hogy ahogy a profi csapatokra jellemző licenszrendszer kialakult és szabályozza az ő működésüket, valami fajta szabályzók kellenek e tekintetben is. A szövetségnek megvan a határozott elképzelése, az operatív munka már zajlik. Én azt gondolom, hogy nem elsősorban, amit az úr mondott, az eredményesség szempontjából közelíteném meg ezt a kérdést, hanem a képzési színvonal szempontjából. Az utánpótlás versenyrendszernek a képzést kell segítse, és természetesen kicsit viccesen fogalmazva, a gyorsan játszóknak a gyorsan játszókkal kell találkozni, a lassan játszóknak a lassan játszókkal. És ez a törekvés, bízom benne, hogy hamarosan konkrét versenyrendszerben is meg fog jelenni. Kisbaranyi Sándornak, Tamási Zsoltnak és Szalai Lászlónak köszönöm, hogy itt voltak velünk, és hát mondanám, hogy bedobom a gyeplőt a lovak közé, és a falainkon kívül az urakat lehet tovább faggatni, de valószínűleg ez tényleg egy késő éjszakában nyúló program lenne. Ezzel együtt a fórumnak nyilván ez is a célja. Itt minden esetre most 10 perc szünetet tartunk, és utána majd az új szemléletű játékvezetésről fogunk beszélgetni tovább. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek az érdeklődést és a kérdéseket is.